Átadták az Zlinszky emlékszobát Dabason. A rendezvény szinte családi környezetben zajlott, hiszen a meghívottakon kívül az Zlinszky család több generációja megjelent az ünnepi eseményen. A nagymúltú kúriaépület sokáig iskolaként szolgálta a várost, így iskolaigazgató, egykori tanár és diákok is eljöttek. Tisztelt egybegyűltek, kedves vendégeink! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket Dabasváros önkormányzata és a Gyóni Zlinszky család nevében. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben Soltész Miklós államtitkár urat, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát. Köszöntöm dr. Virág Zsolt urat, a kastély programért felelős miniszteri biztost. Szintén nagy tisztelettel köszöntöm Páncél Károly országgyűlési képviselőt, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnökét. Köszöntöm polgármester urat, Kőszegi Zoltánt. Megjelent képviselőtársaimat, díszpolgárainkat és mindenkit, aki elfogadta meghívásunkat. Most engedjék meg, hogy elsőként megkérjem Kőszegi Zoltán polgármester urat, hogy köszöntse a megjelenteket. Jó estét kívánok! Családi körben vagyunk, mondhatom azt, a Zlinszky család köreiben, ahol nagyon jól érezzük magunkat, és egy örömteli eseményre gyűltünk össze, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy képviselő úr mellett itt van államtitkár úr is, és időt szánt arra, hogy a mai családi és városi ünnepségünkön együtt legyünk és együtt ünnepeljünk. Egy különleges állomáshoz érkeztünk, hosszú története van a Zlinszky családnak és ennek a kúriának, ennek az épületnek. Én csak a közelmúlt történéseiből szeretnék felidézni azt az alkalmat, amikor János bácsinak átadhattam itt, ebben a kis udvarban a Zlinszky kúria szimbolikus kulcsát, és ezzel gyakorlatilag egy régi történelmi adósságot rendeztünk. Mondhatom azt, hogy egy nemzeti adósságot, amit önkormányzati szinten ugyan, de megnyugvással nemzeti szinten tudtunk kezelni, és elindítottunk egy folyamatot. Ez pontosan az volt ezzel ennek a kulcsnak az átadása, hogy visszajuttattuk az egykori családi birtokot, az egykori családi kúriát a Zlinszky családnak, és elindítottuk azt a folyamatot, hogy újra benépesítse a család ezt a házat, ezt az udvart. Elindítottuk azt a folyamatot, hogy a család és a szűk család és a város nagy családja együttműködve és együtt gondolkodva a közösség javára fordítsa ezt az egykori ősi családi hajlékot. Ebből most már egyre inkább megvalósul az a szándék, ami János bácsinak nagy vágya volt, hogy a család minél több újabb generációja ide költözön és benépesítse valóban az udvart. Ez most már szépen alakul. És szépen alakul az is, hogy a kúriát elkezdjük felújítani közösen, a családdal, állami támogatással, önkormányzati segítséggel, és közösségi célokat is fog szolgálni. És a közösségi célok közül egy nagyszerű program eredményeként elérkeztünk oda, hogy átadunk most itt egy emlékpontot és egy emlékszobát, és hát remélem, hogy a nem túl távoli jövőben majd átadhatunk egy olyan tanulókönyvtárat, ami a vidéken belül pedig a Dabas és környékbeli egyetemisták, főiskolások számára fog tanulási lehetőséget biztosítani a vizsgai időszakokban, vagy akár egész tanévben, és lehetőség nyílik majd arra, hogy a Dabasi és környékbeli egyetemisták és fiatalok, akik az ország különböző egyetemein tanulnak, legalább időszakonként itt találkozzanak, hiszen az érettségi után eltávolodnak egymástól, nem látják egymást, nem találkoznak. Itt alkalmuk nyílik majd arra, hogy ne csak tanuljanak, hanem egyre több mindent megtudjanak egymásról, és akár szerelmek is szövődjenek, és ennek eredményeként aztán a fiatal párok, fiatal értelmiségiek itt maradjanak a városban és a régióban. Szóval ezek a mi nagy vágyaink és álmaink, amiket annak idején három generációs kis asztalbeszélgetéseknél János bácsival indítottunk el, és ezek nagyon szépen alakulnak. Most egy csodálatos állomáshoz érkeztünk, mint ahogy mondtam,
és különleges megtisztelő számomra, hogy ilyen körben, családi körben, államtitkár úr és képviselő úr személyes jelenlétével, és minisztere biztos úr személyes jelenlétével itt lehetünk. Köszönöm szépen megtisztelő jelenlétüket, szép estét kívánok mindenkinek, és azt, hogy ez a mai este erősítsen meg mindannyiunkat abban, hogy értékeket tudunk megőrizni, értékeket tudunk továbbépíteni, hozzáadott értékkel tudjuk továbbadni a következő generációknak, és hogy erősödjön meg az a hitünk és meggyőződésünk, hogy jövőre tavasztól ez a nemzeti gondolkodás, ez a nemzethez való kötődés és az alkotásvágy, az továbbra is ki tud majd teljesedni valóban alkotásokban és országépítésben. Ennek reményében kívánok nagyon szép estét mindannyiuknak, köszönöm szépen még egyszer megtisztelő jelenlétüket. Előszó. Gyóni Zlinszky Jánoskának és Andrisnak írtam ezt a könyvet. Mikor kicsi voltam, én is játékosan két nagymamám meséin keresztül ismerkedtem a mi országunkkal, régi emberekkel, a murányi gyerekek élményeivel, kalandjaival. Nagyon szerettük a szép meséket, s rajtuk keresztül sok igazságot tanultunk meg egy életre. Olyan történeteket ismerhettünk meg, amelyeket magunk meg nem élhettünk. Olyan helyeket, amelyekre el nem juthattunk. 1988-ban, amikor elkezdtem nektek írni hétről hétre a Gyóni nagymamánál töltött nyarak emlékeit, az az egész világ visszahozhatatlanul elveszettnek látszott. Most, 2008-ban, amikor bevezetőt írok a történetekhez, újra felcsillant a remény, hogyha nekem nem is, nektek talán lesz még egyszer Gyóni házatok, kertetek. De valójában ez nem is olyan fontos. Ha vissza tudom nektek szerezni valaha Gyónt, ahogy nagyapám is visszaszerezte, örülni fogok. De sokkal jobban fogok örülni annak, ha megtudom nektek és kis testvéreiteknek, unokatestvéreiteknek, az én sok kis unokámnak őrizni azt a világot, ami az én gyerekkorom paradicsoma volt. Nem azt, ami múlandó belőle, hanem azt, ami örök. A hangulatát, azok emlékét, akik alakították és építették. Azt a hitet, hogy ami szép és jó, az örökre megmarad. Mikor nagyanyám Gili a murányi gyerekekről írt nekünk, nem járhatott haza Murányba. Mire én odajutottam, a kis kápolna márványköveit már összetörték. Nem tudtam ráhelyezni azt a nagy csokor vadvirágot, amit rám bízott. De a gyóni sírok állnak. És áll az öreg ház is. El tudunk járni oda Mindszentek ünnepén, és le tudjuk tenni őseink sírjára a mécsest és a koszorút. De még fontosabb, hogy tovább éljenek bennünk, mint élő emberek. Hogy ez így legyen, azért írtam nektek ezeket a kis történeteket. Titeket nagyon szerető nagyapátok. A Gyóni kertben már a család legfiatalabb fiú unokája is játszhat. Hát nekem minden alkalommal nagyon, nagyon jó, nagyon családi, és nagyon jó érzés a gyökerekhez közel kerülni, de ilyenkor ilyen ünnepségekkor meg különösen is megható. Én mindig előre izgulok, hogy mennyire hatódom meg, most elég jól sikerült átvészelni. Nagyon, nagyon megdöbbentő kicsit átérezni azokat a hullámokat, amiken átment a család, és tulajdonképpen az egész közösség, és az egésznek a ciklikusságát megélni, hogy elveszíteni valamit, és aztán újra felépíteni, és aztán megint elveszíteni, és megint felépíteni. Én ebből a szempontból szerencsés vagyok, mert én a jogászi pályát választottam, ami ugye elég jól beleillik ebbe a fonalba, ebbe a szálba, úgyhogy én elég könnyen élem meg, de tudom, hogy vannak, akiknek talán ez egy picit nehezebb. Azt hiszem, hogy az a kulcs, hogy a lényegre tudjunk fókuszálni, tehát, hogy mi is az, ami ez a szál, ami ez a gyökér, amit fontosnak tartunk, mert az többnyire olyan tartalom, amiben valóban közösen gondolkodunk, vagy az egész család azzal érez egy azonosságot. A jogászpálya a Zlinszky családban egyértelműen kijelölt irány, generációk járnak rajta. Én azt hiszem, hogy nem elvárás volt, hanem várakozás, de nagyon jól és kitartóan titkolta ezt mindenki a családban előlem, és még most sem szoktak ezzel előhozakodni, hogy ők már ezt várták, vagy szerették volna. Úgyhogy eléggé szabadnak élem meg a választást, és
és szeretem is, tehát nem csalatkoztam benne. Egy nagymúltú családhoz csatlakozni szintén kihívás. Izgalmas, ez biztos, izgalmas és sokszínű. Én azt hiszem, hogy az értékek azok, amik annyira hétköznapian és csodálatosan átjönnek ezeken az embereken keresztül, hogy nagyon sok előzetes elképzelést beteljesít, és sokat még felül is múl, azt kell, hogy mondjam. Külön izgalmas volt, hogy én is jogász vagyok, a Pázmány Péter Egyetemen ismerkedtünk meg Péterrel, és azért ott volt annak hangja, hogy a kis Zlinszky itt van, én voltam az ő tutora, úgy ismerkedtünk meg, nekem kellett őre vigyáznom, és azért ő elhallgatta, de volt ott hideg is, meleg is nyilvánvalóan, mint minden hasonló helyzetben, viszont tényleg ezeket a nagymúltú embereket megismerni testközelből, az egy olyan élmény, ami könyveken nem jön át. Egy olyan embert, akiről könyvek szólnak, aki könyveket ír, és utána leülni és beszélgetni vele a leghétköznapibb dolgokról, és egy teljesen új arcát meglátni, amit talán többiek nem is látnak. Ez egy olyan ajándék, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy így János bácsival így nagypapám mellett nagypapámként kapcsolódhattunk még az évek során. A legkisebb fiú unoka olyan kapaszkodókat és értékeket kap majd, amely az élet sok területén segíteni fogja őt. Sokat szoktunk erről beszélgetni Péterrel, hogy a családnak a múltjából mik azok az útmutatók, amiket tovább lehet adni a saját gyerekeinknek. És azt gondolom, hogy nem is feltétlenül a pályaválasztás az, hanem azok az értékek, azok az erények, azok a kapaszkodók, amik a történelem viharaiban és a legkülönbözőbb szituációkban akár jogászt, akár ácsot át tudnak segíteni. Hiszen az élet azért kiszámíthatatlan, viharok jönnek, viharok mennek, de nagyon izgalmas dolog azt hiszem élni és élvezni az életet, és talán ez az, amit mondhatni elvárásként szeretnénk nekik átadni, hogy örüljenek és ajándékként tekintsenek az életnek, életre. Thank you.
Az eseményen részt vett Páncél Károly országgyűlési képviselő is. Tisztelt ünneplő közösség, kedves Zlinszky család, államtitkár úr, kedves ünneplők! Mostanában szerencsére sikerült egy-két olyan csodálatos eseményen részt vennem, ahol az volt az első számú gondolatom, hogy van olyan, hogy a sors elvesz tőlünk valamit. És aztán, ha van kellő hit, elszántság, munka, meg a Jóisten segítsége, akkor a sors vissza is ad dolgokat. Nem olyan régen volt, talán 2 hete, hogy egy új fiatal várost avattunk a választókerületemben, Kiskulacházát, ami 1872-ig mezőváros volt, majd egyébként egy már a kiegyezés utáni magyar közigazgatási átszervezésben ezt elveszítette, de most visszakapta a városi címét. Megvolt ott azokban a kiskunokban is a szorgalom meg a kitartás, és 8 év után újra 2 város született Magyarországon, és ebből az egyik ez volt. Aztán nincs 1 hete, hogy polgármester úrral és sokan a jelenlevők közül jelen lehettünk Bugyi és Sári között, a hajdani borzas pusztán, egy kápolna rom megmentésén, egy templomocskának az újbori átadásán, és ott is, amit a sors elvett, és ez a szörnyű 20. század, hogy ott elsöpört egy uradalmat, épületeket, iskolát, kúriát, templomot, ott most újra vissza tudtunk adni valamit a közösségnek, és csodálatos volt ott kinn a pusztában, mint egy 1500 ember eljött erre a tulajdonképpen csodára, hogy a sors megint visszaadott valamit. És hát ilyen itt a Zrinszky család kúriája is, hogy a sors egyszer elvett valamit, vagy pontosítsunk, a kommunisták államosították és elvették, és sok mindent elvettek, és mindent beszántottak a közösbe, de a Jóisten kegyelme úgy akarta, hogy ez az ügy is rendeződjön, és a sors visszaadja ezt a családnak, és nem csak a sors, mert kellett egy önkormányzat, kellett ehhez nem olyan régen, nincs egy évtizede egy önkormányzat, aki úgy gondolta, hogy hát törvény konkrétan erről nem született a kárpótlásnak ezen részéről, de ugyanezt az állami tulajdont, ezt vissza kellene adni a jogos örököseinek, tulajdonosainak, hagyományának, folytatóinak, az Zrinszky családnak, és ez meg is történt, és kell hozzá egy kormány, köszönet államtitkár úrnak, miniszterének, Gulyás miniszter úrnak, aki már anyagi támogatást is nyújtott a felújításhoz, és köszönet a kormány másik jelenlévő képviselőjének, miniszteri biztos úrnak, aki a magyar kastélyprogramokért felelt, réfásan mondtam itt, mikor sétáltunk be, hogy füzértől fertődik, és benne a Gyóni Zrinszky kúriáért is, hogy itt létrejöhetett egy emlékpont, ahová be lehet térni, ahol meg lehet ismerni a Zrinszky családnak a történelmét, a magyarországi múltját, rá lehet tekinteni Zrinszky Jánosnak az alkotásaira, mintha ott dolgozna még mindig az íróasztalnál, és egyáltalán elérhetővé vált a közösség számára. Az elmúlt évtizedekben is közösséget szolgált, mert itt voltak a gyóni kisiskolások közül nagyon-nagyon sokan, és most értünk el az idén ősszel tanévkezdéskor oda, hogy végre ők is, a legkisebbek is az új bővített Gyóni Géza általános iskolába kezdhették már a tanévet. Őket is, gyerekeket is szolgált ez az elmúlt évtizedekben, és most újra egyébként a család akarata, döntése, nagyvonalúsága folytán, ez a kúria továbbra is lehet egy közösségi tér, ahogy polgármester úr mondta, akár fiatal dabasi egyetemistáknak, főiskolásoknak egy találkozási pontja, egy kvázi tanulószobája. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én, mint történelem tanár, amikor már itt egy párszor jártam ebben az épületben, és ott bent a falakon ott van a család történet, a címerek, a családfa, akkor nekem olyan jó eső érzés erre rátekinteni, és visszatekinteni oda a hajdani régmúlt századokban, amikor ez a család ugye Morvaországból érkezik a felső Magyarországra, Nyitra,
vármegyébe és Szakolcra, majd pedig ugye itt a 18. század elején már itt van a családnak ez az ága itt Budától Pesttől délre, Gyónon, és tulajdonképpen abban a sivatagban, ami itt keletkezett a török hódoltságban, meg az azt követő felszabadító háborúkban, abból a sivatagból teremtettek itt újra élő társadalmat és virágzó környezetet. Szintén az előbb beszélgettünk már arról, hogy így Gyónon, ahová betelepítették ugye az evangélikus szlovákokat, református magyarokat, és aztán Alsó és Felső Dabas, és a Sáriban élő katolikus szlovákok teremtettek újra egy virágzó kultúrtájat a maguk szorgalmával, és ebben vett részt a Zrinszky család, azzal a számtalan jogtudóssal, ügyvéddel, ügyésszel, honvédtiszttel, katonatiszttel, választott alispánokkal, nem olyannal, akit a király kinevezett, hanem választott jogtudós alispánokkal, országgyűlési küldöttekkel vettek részt az ország életében és itt a térség életében is, és életük szorosan összefonódott olyan családokkal, amelyek Dabason híresek, a Halász családdal, vagy éppen választókerületen másik vége a Dömsödi Hajós családdal, és így élték ezek a családok itt az életüket, míg nem jött a 20. század, ahogy a Borzasi kápolnánál is mondtam, az új barbárság kora, két szörnyű diktatúrával, kifosztásokkal, padlássöpréssel, a közösbe való beszántással, a mindent államosító erőszakos diktatúrával, és így szűnt meg akkor itt egy időre a birtok, de hál' Istennek, hogy a sors azért mindig mindent azért igyekszik visszaadni, az Úr segítségével, és ilyen volt Zrinszky János is, aki megjárt mélységeket. Ilyen volt az, amikor 51-ben őt kitiltották minden egyetemről, majd pedig a csúcsokra került, hiszen a hajdan egyetemekről kitiltott fiatalember, mint jogtudós, olyan egyetemek jogi karának alapításában vehetett részt, mint a rendszerváltás előtt a Miskolci Egyetem, vagy a rendszerváltás után a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a jogi karnak az indítása. Kedves ünneplők, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves katolikus testvérek, államtitkár úr, engedjék meg nekem a reformátusnak, mi azért időnként szoktunk akár egy köszöntőben is egy-egy igét idézni, hogy így a köszöntőm végén egy igével köszöntsem még önöket, és az Zrinszky családot és Zrinszky Jánosnak az emlékét Bölcs Salamon példabeszédjéből, a 13. fejezet 22. vers így szól, hogy a jó ember örökséget hagy még az unokájának is. Az Zrinszkyek igazán jó emberek voltak. János bátyánk pedig a tudós, a tanár, a közéleti ember igazán jó ember volt, és nem csak a gyermekeinek hagy örökséget, sőt, nem csak az unokáinak, hanem azok unokáinak is, és mindannyiunknak, a következő generációknak itt Gyónon, Dabason örökséget hagyott. Emberi jóságból, nem csak falakat, vagy nem csak le tudnánk írni, hogy hány száz hektárt hagyott örökül, hanem emberi jóságot, példamutatást, magyarságot, hitet, a magyarság megtartását, ezt adta nekünk örökségül. Az Isten áldja őt, és az Isten áldja önöket. Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos az élménypont megvalósulásának hátteréről beszélt. A kastély történeti élménypontok valóban egy szlovák-magyar határon átnyúló együttműködés keretében tudtak megvalósulni. Szám szerint 8 élménypont jött létre a Kárpát-medencében. A program kiírása alapján ezek a határral szomszédos megyékben tudtak helyet kapni. Így módon Pest megye, amely különböző konvergencia számok alapján önálló programokkal nem rendelkezett, ebben a programban viszont tudott indulni. Az élménypontok tulajdonképpen egy olyan 21. századi attrakciót nyújtó termek, hiszen minden egyes kastélyban, apátságban vagy várban egyetemben került berendezésre egy installáció, amelyet az átadó ünnepség végén természetesen be is járunk és meg is fogunk nézni. Ezek a termek gyakorlatilag az épület történetét mesélik el, és az élménypontok helyszínét is ez alapján választottuk ki, hogy hol van hiány olyan információ átadásból,
amely mind a nagyközönségnek, mind a szakmának, sőt az Alf és az E-generációnak is jól dekódolható módon bemutatja egy-egy épület történetét teljes keresztmetszetében. Reméljük, hogy ezt a kiállítást minden dabasi, minden gyóni élvezni fogja, és ami különösen fontos, hogy az élménypont mellett berendezésre került Zrinszky János professzor egykori tárgyaival egy olyan emlékszoba, ahol a modern installáció és a történeti bútorok úgy gondoljuk, hogy szerves egységet tudnak képezni, így módon két attrakció is helyet tudott kapni a kúria ezen kétségkívül nagyméretű termében. A kiállítás megtekintéséhez jó szórakozást kívánok! A szobában édesapja tárgyai között beszélgettünk Zrinszky Ferenccel, aki családjával a kúria területén lakik. A mi családunknak azt kell, hogy mondjam, nem csak nekem, azt gondolom, hogy a többieknek is, a széles rokonságnak is meglehetősen vegyesek az érzemeink. Azt kell tudni, hogy ez egy most már több mint 275 éves történet, hogy az Zrinszky család gyónon lakik, él ebben a házban, amelyet az én 9 generációval előttem élt ősem, tehát a dédapám dédapjának az apja épített föl, és hát egész 1951-ig töretlenül generációról generációra ugye öröklődött a családban. Akkor jött ugye a kommunista időszak, akkor elvették, államosították, csak zárójelben mondom, a saját törvényeiket is megszegve, zárójelben zárva. És akkor ugye kitelepítés, kényszermunka, stb. Tehát ugye abban az időben úgy mondták, ugye a deklasszált társadalmi réteghez tartoztak ugye a nagyapám, illetve az édesapám, aki aztán újra fokról fokra 30 év munkával felküzdette magát vissza a tudományos életben, vissza az egyetemi katedrára, vissza az alkotmánybíróságig, és ő lett Dabasváros első díszpolgára. És aztán 60 év után a város képviselőtestülete úgy döntött, hogy a családnak visszaadja ezt a elkopszott, úgymond elrabolt tulajdon. 2012 legvégén történt ez, én azóta itt élek, és azóta, próbálom a család képviseletében és a testvéreim és a unokatestvéreim nevében, ha úgy tetszik, újra lábra állítani és újra életképesíteni azt, ami hát ebből megmaradt, úgymond a 60 éves hát állami, mondjuk úgy használat után. A mi családunk talán édesapámnak elsősorban hála, ő mindig is nagyon családközpontú és nagyon, erre hangsúlyt helyező ember volt, tehát mi a 30-nyihány unokatestvérünkkel abszolút rendszeres kapcsolatban és kicsi gyerekkorunktól kezdve egyfolytában együtt nőttünk, együtt játszottunk, hol mi mennénk oda, hol ők jöttek ide hozzánk, tudtunk egymásról, követtük egymást, stb. És mi családunkban ráadásul azért azt is mondhatom, hogy mondjuk így a 21. századra kicsit talán szokatlan módon jellemző a nagy család. Tehát mondjuk nekem 6 gyermekem van, és 14 unokám pillanatnyilag, de 2 gyerekem még nem állt be a csatasorba, tehát gondolom, hogy majd még ez a szám megy fölfelé. De édesapámhoz képest a dédunoka generáció, tehát a mi unokáink generáció, ez most pillanatnyilag 34-nél tart, úgyhogy van utánpótlás, van jövő, van kibontakozás, és hát mi, akik itt élünk, és itt próbáljuk ugye felújítani, rendbe tenni, újraéleszteni azt a milliót, ami itt évszázadok keresztül létezett, hát azért dolgozunk, hogy nekik legyen.
Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az emlékszoba átadási ünnepségén kiemelte a felelősséget, amellyel a történelmi családok iránt kell viseltetnünk. Többszörösen is nagyszerű. Bár nyilván az emberben ott van a szomorúság. A szomorúság amiatt, hogy egy ilyen gyönyörű kúria bizony a kommunista időszaknak hát azért rendesen az áldozatává vált. Hát másik oldalról pedig megmutatja azt, hogy milyen nagy felelősségünk és feladatunk van most ebben az időszakban. Egyrészt a történelmi családoknak azt a múltját tápolni, újra felemelni, amennyire lehet, és abból persze erőt meríteni, ahogy élték az életüket. És ilyen értelemben Dabas, illetve hát a Gyóni terület, hogyha visszakapja ezt az épületet a szépségében, már pedig kívülről meg fog újulni hamarosan, remélhetőleg azt követően belülről is, akkor mindez szolgálni fogja az itt élőket is, hiszen a család ugyan visszakapta ezt az épületet, de nem a saját céljaira akarja felhasználni, hanem közösségi célra. Ez pedig fiataloknak, közösségi programoknak, családoknak, mindenkinek jó lesz. Öröm volt ezt tapasztalni. Másrészt pedig azt is, hogy polgármester úrral, Páncél Károly képviselő úrral beszéltünk már régebben is az itt élő szlovák nemzetiségeknek a támogatásáról is. Miután én nemzetiségi ügyekért is felelős államtitkár vagyok, ezért teljesen egyértelmű volt, hogy azt a kérést, amit jövő évben teljesíteni is tudjuk, ezt átbeszéltük. Az egyik az egy kisebbik óvodának a felújításához egy támogatás, a másik pedig a Rétesház, ha jól mondom, illetve a Szlovák Tájház. Ennek a kettő épületnek a felújításához jövő év elején 30 millió forintos támogatást fogunk adni, és hát biztos vagyok benne, látva az egész városnak, illetve a volt falu részeknek, ha szabad így fogalmazni, és ezzel remélem nem bántok meg senkit, azoknak a szépülését, a házaknak a szépülését, ezek az építkezések is ezt fogják szolgálni. Látjuk, hogy őseink milyen épületeket építettek, ezek legyenek templomok, legyenek kastélyok, kúriák, legyenek régi iskola épületek, és hogy ezek mennyire meghatározóak, akár egy kis falu, egy kis város, akár pedig nagy településeink életében is, és mennyire meghatározóak mondjuk egy főtér, vagy pedig egy falu képnek, városképnek az életében. És hát bizony évtizedekig ezek az épületek, legyenek azok templomaink, legyenek azok kúriáink és kastélyunk, elképesztő elhanyagolt állapotban voltak. Sok helyen tényleg már a pusztulásra vártak ezek az épületek, ami persze szörnyű lett volna, és ezért nyilván az a program, amit akár a Magyar Templom Felújítási Program keretében, akár a Kastély Program keretében elindítottunk, ezek mind azt szolgálják, szerte a Kárpát-medencében, tehát nem csak a jelenlegi Magyarország területén, hogy ezeket a műemlékeket, épületeket megmentsük, és ami legalább olyan fontos, nem csak megmentsük fizikailag, hanem életet is próbáljunk lehelni beléjük. Nyilván a templomokban könnyebb, mert ott vannak egyházaink, de ezek az épületek, mint a kastély vagy kúria épületek, ezek új funkcióval megtelve a közösséget szolgálják, és ez a lényege az egésznek. Nem néhány emberé, nem néhány családé lesz, hanem a közösségi, és ezért nagy öröm mindezt a mostani kúria felújítási programot végignézni, így a Dabasit is, vagy hát a Gyónit, hogyha pontosabban kifejezem magam.